Besztelten az Szód megyét járta körül pénteken az RMDS karavánja. Markó Béla szövetségi elnök és Frunda György szenátor, az RMDS listavezetője az európarlamenti választások fontosságáról beszélt a szórványvidék településein. Arról, hogy miért fontos az, hogy az erdélyi magyarságnak képviselete legyen Brüsszelben. A közösségek infrastrukturális vagy akár oktatási igényeit is immár nem csak Bukarest jóváhagyásával, hanem az Európai Unió segítségével is rendezni lehet, hangsúlyozták a szövetség vezetői. Az infrastrukturális támogatás, amiből út lesz, víz lesz, gáz lesz, hát azzal kapcsolatosan is ma már Brüsszelben születik meg számos döntés. Tehát itt illúzió azt hinni, hogy az Európai Unióban csak ilyen általános elvi kérdésekről fognak határozni, és hogy a mieinknek csak ilyesmiben lesz beleszólásuk. Nem. Költségvetés, meg más hasonló konkrét kérdések is ott dőlnek el. Kereszeintre! Frunda! És ti prímo? Подрабта комнютам? Да. Az Európai Unió úgy van felépítve, hogy elsősorban azokat segítse, akik rá vannak szorulva. Tehát a kicsi országokat, országon belül a szegényebb régiókon belül a szorványokat. Itten lehet alkalmazni azt, amit jogilag úgy hívunk, hogy pozitív diszkrimináció. Egy kicsit nagyobb legyen a kvóta, a terméskvóta, amit el tud adni, egy kicsit több pénzt kapjon mezőgazdaságra, iparra, környezetvédelemre, de intézményekre is, iskolára, orvosi rendelőre, öregek házára, azt hiszem ebben tudunk segíteni a szorványvidéken. Arról is szól a választás, hogy a magyarság be tudja-e bizonyítani, hogy össze tud fogni akkor, amikor kell, mondta el Markó Béla Betlenben, ahol a helyi közösség az RMDS segítségét kérte egy magyar középiskola létrehozásához. Almásmalom és Apanagyfalu után Vicén is elődözött a karaván, majd Magyar Borzásra ért, ahol a román polgármester is köszöntötte Frunda Györgyéket, a listavezető pedig a találkozón a helyi magyarok mellett megjelent néhány romát is üdvözölte anyanyelvükön. Jó utat választottunk, összegzett Markó Mezőveres egyházán, hiszen a nap folyamán eredményekről számoltak be a szövetségi elnöknek. Szent Mátéban sok a gyerek, ez egy gyarapodó falu, az ő jövőjükért kell dolgozni, itthon és Európában is, mondta el a szövetségi elnök. A Besztercen Aszod megyei karavány útja lakossági fórummal végződött este Besztercén, ahol az európai parlamenti választás tétjéről beszélgettek a helyiekkel az RMDS politikusai.